A jelenleg közel 80 fős tagságból sokan részt vettek a jubileumi közgyűlésen, és a napirendek elfogadása után egyhangulag szavazták meg a 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolókat, amelyeket Jánosi Emőke titkár és Hoffmann József pénztáros ismertettek. Puskás Antal, a Szucsáva dalkör vezetője is beszélt az elmúlt év sikereiről és az ez évi felkéréseikről, terveikről. Potápi Árpád János köszöntötte a tagságot és elismerően szólt a szervezet munkájáról, majd megragadva az alkalmat, meghívta a parlamentbe a dombóvári székely kör valamennyi tagját. Nagyon örülök annak, hogy 10 évvel ezelőtt a székely kör létrejött itt Dombováron is, hiszen Dombováron is nagyon sokan vannak azok, akik vagy bukovinai, vagy erdélyi székelyek, és ehhez a népcsoporthoz tartozónak tartják magukat, illetve nekik már gyerekeik, unokáik is itt élnek, és nem baj az, hogyha akár ők, akár pedig a nem székelyek is ennek a népcsoportnak a kultúrája, magyar népcsoportnak a kultúrájával meg tudnak ismerkedni. Azóta a székely kör bizonyította azt, hogy beilleszkedett ide a dombovári civil szervezetek közé, és több kezdeményezésnek is volt a mozgató rugója. Horváth Józsefné, aki a kezdetek óta élvezi a tagság bizalmát, röviden megemlékezett a kezdetekről és azokról a tagokról, akiket az elmúlt 10 évben vesztettek el. Több mint 10 évvel ezelőtt már Hella Ildikóval, aki Kézdíjvásárhelyről költözött ide Dombováron már nagyon régen, sokszor beszélgettünk arról, hogy jó lenne megalakítani egy székelykört, hiszen Dombováron is vannak székelyek. És az igazi lökést, az igazi támogatást Potápi Árpád Jánostól kaptuk, aki akkor több mint 10 évvel ezelőtt a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének az elnöke volt. Én engem is meglepett, amikor a toborzót meghirdettük, és több mint 120-valahányan eljöttek erre a toborzóra, és itt volt Sebestyén István mesemondó is, Jakab Évike énekes. Olyan színvonalas rendezvény volt, és olyan jó hangulatú összejövetel volt, és utána alakult meg az egyesületünk 2010. februárjában. A tagság tájékoztatást kapott az ünnepi év terveiről, idén 6. alkalommal szerveznek áprilisban futballtornát, és májusban tervezik a Lévman pincészetben Dúzson a 10 éves születésnap megünneplését a tagsággal. Pünköstkor ellátogatnak ismét Erdélybe, és részt vesznek a csíksomjói ünnepi szentmisén is. Már hagyományok szerint augusztusban a Bukovina Fesztivál aktív résztvevői lesznek, és korábbi szokásaikat követve idén is székelyhetet szerveznek októberben. Ja, most volt közgyűlésünk, tisztító közgyűlésünk, ahol újra választották a vezetőséget. És itt szeretném elmondani, hogy nagyon büszke vagyok erre a csapatra, erre a székelykörre, hiszen 10 éve csaknem ugyanazok az emberek tagjai, mint tehát akik voltak, és a vezetőség is ugyanaz, majdnem ugyanaz, és azt mondom, hogy ez egy jó csapat, én rájuk nagyon büszke vagyok, bármikor, bármi van, számíthatunk egymásra, ők is én rám, de én maximálisan ő rájuk, ez egy nagyon jó érzés. Büszke vagyok arra, amilyen rendezvényeket szerveztünk, hiszen ha azt mondom, hogy csíkzenekar volt itt Dombováron szervezésünkben, ismerős arcok, itt volt Berec András mesemondó, Sára Sándor, aki sajnos már nincs közöttünk, András Favi Bertalan, tehát sorolhatnám azokat a neves személyiségeket, akik eljöttek a meghívásunkra. Azon kívül büszke vagyok arra, hogy tagjaink és a város polgárainak támogatásával tudtunk állítani egy székelykaput a szüleink, nagyszüleink hazatérésének 70. évfordulójára, valamint a Madéfalvi veszedelemnek évfordulójára 2014-ben állítottunk egy kopjafát. Szeretném kiemelni még dalkörünket, a Dombovári Székelyekről Szucsáva dalkörét, melynek vezetője Puskás Antal. Ők 5 évesek voltak tavaly, 5 éve együtt énekelnek, és tavaly évelején a Népek Tánca, Népek Zenéje rendezvénysorozatunk vetélkedőn aranyminősítést szereztek, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk is. A Dombovári Székelykör tagsága nagyon jó kapcsolatot ápol székely testvéreikkel itthon és a határon túl is. Rendszeresen kapnak meghívásokat Madéfalváról, Nagymányokról, Csátaljáról, Teverről és Vaskútról. Vendégszeretetüket mindig viszonozza a dombovári szervezet is. Szorosan összedolgoznak a Bukovinai Székely Szövetséggel, részt vesznek programjaikon. A dombovári székelykör, én úgy gondolom, példaként mutathat, ők is, hiszen egész évet átölelő programjaikat, ahogy ismerem,
átölelő programjaikkal kirándulások is beleférnek ugye azokon a régi helyszíneket, amelyeket számunkra ugye történelmi fontos helyszínek meglátogatják. És hát itt megint csak a kultúra ápolásán kívül ugye a közösség, illetve egymásnak át tudják adni azokat az értékeket, és biztatni, mert ez is kell, ez is fontos, hogy erőt adjunk egymásnak, hogy a fiataljaink, és itt a lényeg talán az egészben, hogy a fiatalok számára is adjunk egy lehetőséget, és bevonni, ez a legfontosabb, hogy bevonni a fiatalokat.